nagy örömömre szolgál, hogy így sokan és köztük sok ismerős arc jelenik meg ezen a különlegesen szép és izgalmas eseményen, amikor ugye Puskás Tivadarra emlékezünk, és a vele hírmondó 120. éves évfordulójára, de rég is volt ez, és azóta mi minden változott, ami szerény 120 évünk alatt. Úgyhogy köszöntöm Önöket nagy tisztelettel, és engedjék meg, hogy külön köszöntsem természetesen megtisztelő vendégeinket, Aranyosné dr. Bölcsi Ankát, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság főigazgatóját. Köszönöm szépen, és nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és meghívtak ebbe a gyönyörű kiállításnak a megnyitójára. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Egy kiállítást megnyitni az mindig egy olyan felemelő érzés, mert értéket őrzünk, ez értéknek állítunk emléket, valami olyasminek, ami meghatározó volt és meghatározó ma is, mert enélkül nem így történnének az események a mai világban. A telefonhírmondó is egy ilyen nagyon értékes találmány, és ennek az emlékét megőrizni éppen olyan fontos, mint amilyen ennek a telefonhírmondónak az értéke. 1893-2013, 120 évvel ezelőtt, napra pontosan, február 15-én kezdte meg az adását a telefonhírmondó, akkor még körülbelül 200 hallgatója volt. De ugye nyilván ezek a hallgatói szám is időközben növekedett, és ugye mindenféle elképzeléseik voltak akkor az alkotóknak, és nem is gondolták azt, hogy ezek az elképzelések majd valóra fognak válni. Például azt gondolták, hogy majd egy ilyen módszerrel képeket is lehet közvetíteni, és lám, ez is valóra vált. Sőt, olyan fantasztikus dolgok is valóra váltak, mint például a digitális technológia, aminek éppen a népszerűsítésén, illetőleg a családokhoz történő eljuttatásán pont a Puskás Tivadar távközlési technikum lelkes csapatával együtt is munkálkodunk többek között. De megvalósulhattak volna ezek a csodálatos dolgok, ilyen előzmények, ilyen fantasztikus találmányok, ilyen fantasztikus emberek nélkül? Hát nyilvánvalóan nem. Azt mondják, hogy mindig az első lépések a legnehezebbek, de a legmeghatározóbbak is, hiszen az első lépések alapján tudunk elindulni valaminek az útján, valaminek az irányába. És amikor olyan fantasztikus elődök lábnyomai után vagy alapján indulunk a jövő felé, mint amilyen Puskás Tivadar volt, akkor azt gondolom, hogy az egy jó irány lehet a jövőbe. Azt is szokták mondani, hogy a múlt ismerete az gyakorlatilag a gyökereinket jelenti, és ezek nélkül, a gyökerek nélkül nem volna egészen biztos a jövőnk, és nem volna a kijelölt utunk annyira megalapozott, mint amilyen ezek nélkül, a nagy előzmények nélkül. Számunkra, ebben a digitális univerzumban élők számára éppen ilyen fontos előzmény a múltbéli technikai eszközök ismerete, aminek a rejtelmeibe itt ezen a kiállításon lehetőségünk van betekinteni. Én nagyon remélem, hogy nagyon-nagyon sok fiatal is meglátogatja majd ezt a múzeumot, mert nagyon sok mindent lehet ebből tanulni. És végezetül szeretném a köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik ennek a kiállításnak a létrejöttén fáradoztak, mert a múlt megmutatása mellett tulajdonképpen a jövőbe vetett bizalmunkat, fantáziánkat a jövőbe erősítik és alapozzák meg. És hogyha megengedik, akkor még egy mottót is ajánlanék ehhez a kiállításhoz, egy Goethe idézetet, ami így szól, hogy a legtöbb, amit a gyerekeinknek adhatunk, az a gyökerek és a szárnyak. Kívánom, hogy legyen örömük ebben a csodálatos kiállításban. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük ezt a nemes és szép mottót, és engedjék meg, hogy azért a jelenlegi hírmondó képviselőjét is köszöntsem, Sorainkban Stein Róbert urat, aki a
tartalomszolgáltatási igazgatója az MTVA-nak. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a mai megnyitó rendezvényen, és talán azoknak, akik ismerik a hírközlés múltját és történetét, és esetleg van kitekintésük a postának a múltjára is, azok nem lepődnek meg azon, hogy egy ilyen rendezvény egyik megnyitójaként a Magyar Posta képviseletében vagyunk itt jelen. Ugye a Magyar Posta az valamilyen módon összeolvadt az adat, a hírközlés és a távközlés dolgaival, és egészen az 1990-es évig, pontosan 1990-ig, amikor szét nem szedték azt a hatalmas nagy állami postavállalatot három részre, addig a műsorszórás, a távközlés és a postai szolgáltatás egy egységes egészet képezett a magyar vállalatok körében. Azóta sok idő eltelt, viszonylag sok idő eltelt, de azt gondolom, hogy a Magyar Posta mindig is törekedett arra, hogy azt a kulturális örökséget, azt a hagyományt, amelyet az elmúlt évtizedek, évszázadok alatt összegyűlt, ezt megőrizze, és méltóképpen az utókor számára közvetítse. A Puskás testvérek annak idején, amikor tevékenységüket folytatták, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól tették, amit tettek. Ugye a telefonnal kapcsolatos feladataik kiterjesztése mind-mind óriási áhítatot és kitartást igényel tőlük. Ennek a kitartásnak azért meg is lett az eredménye, és akkor, amikor 120 évvel ezelőtt a telefon szolgáltatáson keresztül elindult az úgynevezett telefonhírmondó szolgáltatás, akkor azok is el tudtak jutni azok a hírek, azok az események, akik korábban ilyen típusú szolgáltatást csak az újságokból tudtak igénybe venni. Azt gondolom, hogy az előző gondolataim tekintetében, hogy a Magyar Posta megpróbálja ezt az értéket közvetíteni a későbbiekben is, a nagy közönség, az ügyfelek és a magyar emberek irányába, ez továbbra is fennáll. A Magyar Posta talán még azt is mondhatnám, hogy erején felül vállalta azt, hogy bár ezek a napjainkban jelenlévő távközlési szolgáltatók kiszálltak ebből a nemes, idézőjelbe tett versenyből, hogy finanszírozzák azokat a kulturális programokat és kulturális örökségeknek a bemutatását, amelyre mi feltettük az életünk egy részét, a Magyar Posta ezt szeretné folytatni, és jelenleg is ezen ügyködik és dolgozik. Bízom benne, hogy az a sok szakember, az a sok kollega, aki ennek érdekében tesz, és a jövőben is tevékenykedik, az megkapja azt az elismerést elsősorban a látogatóktól, amit ők megérdemelnek, hiszen ők egy kulturális tevékenységet folytatnak, egy messze menő kulturális tevékenységet, egy értékmentést ebben a rohanó világban, ami ma körülvesz bennünket. Nagyon szépen kérem Önöket, hogy amikor megtekintik majd ezt a tárlatot, akkor ezeket a gondolatokat forgassák egy picit a fejükben, és engedjék meg, hogy én nagyon büszkén jelentsem azt ki, hogy a Magyar Posta erején felül, de folyamatosan támogatni fogja ezt a kulturális hivatást, és bízunk abban, hogy erre a jövőben is még nagyon sokáig lehetőségünk lesz. Úgyhogy a tárlat megtekintéséhez jó szórakozást kívánok, és bízom benne, hogy kellemes élményekben lesz részük. Nagyon szépen köszönöm. Engedjék meg, hogy a Posta Múzeum dolgozóinak a köszönetét fejezem ki, mégpedig a Puskás Tivadar iskola és a magángyűjtők felé, hisz itt akkora segítségnyújtást kaptunk a műtárgykölcsönzésekkel, a kiállítás gazdagításával, hogy ezt szeretnénk meghálálni, és a Posta Múzeum e hála jeléül és e napra való emlékezésül átnyújtja
a gyűjteményében őrzött archív filmanyagokat tartalmazó CD-t, úgyhogy erre kérném Júliát, és akkor mondanám, hogy kiknek szeretnénk ezt a szerény kis ajándékot átadni. Szeretnénk átadni ezt az ajándékot Aranyosné dr. Börcs Jankának. Rajnai Attilának. Perőcsényi Péter magángyűjtőnek. Gábor Zsolt magángyűjtőnek. Falus László magángyűjtőnek. És utolsóként dr. Horváth Lászlónak, akinek egyben át is adnám a szót. Ha már egy ilyen szép DVD-t kaptam, még nem mutasd, még titok. Akkor most arra kérek mindenkit, hogy egy pillantra próbálja behunyni a szemét, és most egy időutazás. Most hirtelen visszafiatalodunk 1923-ra, tehát 30 évet most öregedjünk. Még broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénz megkerült, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült. Érces hangja felszárnyalt és messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült. S a gyáli úton áll egy csukott bútorszállító, és ott volt 23-ban az első stúdió. És műsort jelent akkoriban, az is megfelelt, a Marca János segédtiszt egy nótát énekelt. Szól a rádió. Én egy meglepetés vendégpárt hoztam, bemutatnám Marca János fiát, ugye, dr. Marca Lászlót és unokáját, tehát az első médiasztár gyermeke és unokája. Azt hiszem, hogy nekik is akartunk adni egy-egy, én adjam nekik, köszönöm szépen. És Laci bácsitól azt szeretném, én is Laci bácsi vagyok, most ő akkor Laci kettő bácsitól megkérdezni, hogy vajon az édesapja, tehát az ugye nótában is megénekelt médiasztár, ugye aki egy segédtiszt volt, tehát mondjuk, hogy technikus volt a Puskás Tivadar távközési technikum elődjébe, a posta műszerész tanonciskolába. Ha jól tudom, éppen van itt valaki még a tanonciskolából, ugye jól látom, ott van egy tanonc, jó van, megnyugodtam. Tehát, hogy vajon ezt, igen, kettő is van, jó, na hát az még nagyszerű. Vajon ezt a nótát, Laci bácsi, édesapád, hadd tegeződjünk, elnézést kérek, ő az öregebb, de én a vénebb. Tehát hallhatta-e annak idején, tehát mikor íródott ez, édesapa meddig élt? Gert, sajnos azt kell, hogy mondjam, ő nem élt olyan hosszú ideig, mint áll a Istennek én, hogy pontosan mikor halt meg, 74-ben, 1900-ban született, tehát pontosan lehetett tudni, hogy hány éves ugye a naptár szerint, és így nem hallhatta. De ha hallotta volna, akkor bizonyára megköszönte volna, mert ezzel azt hiszem majdnem, hogy halhatatlan lett, hiszen ez a nóta él, ezt majdnem nap mint nap lehet hallani a rádióban. Hozzáteszem, hogy nem mindenki egyformán értékelte. Egyrészt ad mondjak egy humoros történetet. Összejöttünk néhányan az osztálytársaimmal, és én elmeséltem, hogy látogatást tettem a Laci bácsi jóvoltából a technikumban, és nagyon nagy élmény volt nekem, hogy ugyanazokon a folyosókon mehettem végig, meg azokban a termekben, ahol édesapám annak idején 15-től 19-ig
nyomta a padot, ugye, és megszerezte a műszeres képesítést. Lényeg az, hogy... Igen. Lényeg az, hogy azt mondja nekem az egyik, hogy hogy is volt az régen, hogy állítólag valami portás, valami nótát ott elénekelt. Hát én úgy fölpattantam, az asztalra csaptam, mondom, tanuljátok már végre, hogy ki volt a Magyar Rádió első énekese. Ugye az én édesapám, és az, hogy segédtiszt, az nem azt jelentette, hogy ő valamiféle ilyen segéd volt, aki ott pucolta a padlót, vagy nem tudom én, nyitogatta az ajtót, hanem az már egy komoly lépcsőfok volt, ugye elindult a ranglétrán fölfelé, mint kiderült, hogy később érettség is itt tett, ugye, ami... Nyugdíjas állás volt, ugye? Igen, tehát igen, már nem így óra van. Éles, hanem a segédtiszt már nyugdíjas volt. Jól mondom? Így van. Szóval a lényeg az, hogy hát bizonyára örült volna, hogyha ezt hallja, de hát én szeretnék még annyit hozzáfűzni, hogy ő nem csak a Budapest első rádiójának az összeszereléséhez szemelték ki, hanem későbbiek során, lévén, hogy már gyakorlata volt, annak idején 38-ban a Kassai Rádiót is tulajdonképpen ő hozta össze, onnan hazatért egy súlyos betegséggel és egy vidám kutyával, hogy családban nagyon kellemes perceket szerzett, de utána hát nagyon hosszú ideig nyomta az ágyat, végül felépült. Ugye mi lett a következő állomás? Gyerünk Erdélybe, Kolozsvárra, azt a rádiót is ő hozta össze, és annyira megszerette, hogy amikor ugye hát sajnos tudtuk, hogy vissza kellett jönni, ugye onnan hozta magával a rádiót is. Méghozzá úgy, hogy kérem, a bombatámadások közepette az állomáson pakolták be vagomba a rádiót, aminek egy része meg is érkezett szobra, hogy miért szobra, mert ott születtünk, én is ott éltem gyerekkoromban. Ott eldugtuk egy pajtába, úgyhogy nem találták meg az oroszok. Ez azért volt jó, mert ez felhasználva szólalhatott meg a Magyar Rádió újra 45. május 1-én. Azt hiszem, nem akarom tovább mutatni a társaságot, úgyhogy köszönöm szépen. Sokáig hallgatnám. Azért Laci bácsi, egy mondatot magadról is mondjál, hogy mennyire mentél el a szakmától. Hát én az az igazság, szerettem a szakmát, de nekem tulajdonképpen két vágyam volt, az egyik a rádió mellett lett volna, de a másik az, hogy a szülőházunk kertje végébe volt a vasúti töltés, ahol én állandóan láttam a jövő menő vonatokat, és engem a gőzmozdonyok annyira lenyűgöztek, ma is csodálattal nézem ezeket a régi nosztalgia gőzösöket, ugye, hogy indulnak meg ugye a gőz hatására, hogy végül is aztán műegyetemre nem elektromérnöknek, hanem építőmérnöknek vettek föl, úgyhogy a vasútépítés terén tudtam ugye végül is hát a képességeimet kamatoztatni. Mondhatnám, kevés vasutat építettünk, mondhatnám, úgyhogy inkább a mélyépítésben a talajmechanikában jeleskedtem több mint 40 éven keresztül, úgyhogy én a műegyetembe beléptem 53-ba, és kiléptem valamikor 94-be, máshol nem is dolgoztam. Köszönjük szépen, és gratulálok! Zoli, egy mondatot azért az unoka is, ugye?
mondjon. Igen. Mi a Puskásban úgy értelmezzük, hogy a logikai unokák, tehát aki a mostani technikusok, ugye azok Marca János unokái, tehát most a valós, reális unokát mondom. Úgy tudom, egyel hogy, több hogy, unoka hogy, lett, igen, ugye egy valódi. Egy valódi is van, ez nekünk virtuális volt. Van egy ilyen kis filmünk is, hogy Marca János unokái vagyunk mi, tehát ez egy virtuális elképzelés volt. Zoli, légy szíves, 3-4 mondatot a valós unoka. És hát ugye, a szakmai indítás. Én vagyok a valós unoka, és én is technikus vagyok, de én teljesen más irányba tanultam, én fogtechnikus vagyok. Hát úgyhogy... Hát abszolút nincsen összefüggés. Hát én annyit tudok elmondani, hogy ugye 74-ben halt meg a nagypapa, én akkor 10 éves voltam, úgyhogy nekem úgy maradt meg, hogy mi rengeteget voltunk az állatkertbe, Vidámparkba, oda cipelt el engem, meg rengeteget múzeumba. És rengeteg nagyon... matchboxot vett. Igen, az egy másik dolog. Meg rengeteg embert ismert ő, tehát tényleg, hogyha sétáltunk együtt az utcán, vagy éppen jöttünk ide a haltörténeti múzeumba, akkor biztos, hogy megszólították őt. Aki jött az utcán, biztos, hogy ismerte, és egy pár szót beszélgettünk, meg mindenki el akart minket vinni autóval, bárhova. Úgyhogy hát én nem is nagyon akarom szaporítani a szót, én így emlékszem a nagypapára. Köszönjük szépen, hogy eljöttünk. Köszönjük. Mivel látok itt valakit, sőt több szemét is, még egyet tudjuk le a szemünket, és most akkor menjünk egyel arrébb. Jöjjön meg a kép is, és 1974, nem tudom, Falus Laci, mintha itt lett volna valahol. Laci, egy pillanatra. Ja, igen. Mert ugye, hogy most már a Gyáli úton nem csak egy bútorszállító van, hanem az O1-es adó is ott van, ugye? Henci, aki lebontotta, és a Falus Laci nem mer kijönni, pedig ő épít. Gyere már egy picit kijebb, hát legalább. Ott a Laci, látjátok? Ő építette. Nagyon jól működött, mert én kapcsoltam ki. És arra emlékszem, hogy 2011. augusztus 15-én 00:00, azért tudom, hogy édesapám, ha élt volna, akkor lett volna 100 éves, ugye ez a nagy boldogasszony napja, ezt így mindenki könnyen meg tudta jegyezni, és utána addig fűztük a hatóságot, nem tudom, valószínűleg az MTVA-tól, amíg azt mondta, elszállítjuk akkor a miénk, így aztán lehoztuk, és most a Gyáli úton áll, tehát az udvaron áll egy bútorszállító, az emeleten pedig az O1-es adó, és természetesen hát nem működik egyik se, ugye, de meg lehet nézni, ez az emlék, tehát Puskás megkitalálta, ugye, mi meg összegyűjtöttük, és hát bízom benne, de már a poénomat, az utolsót a főigazgató asszony ellőtte, tehát hogy ezután is rajtatjuk a kezünket a médián, hiszen ugye amikor megjött a digitális televíziózás, akkor egyből lett annyi sávszélesség, hogy itt már lehetett HD-t csinálni, ha meg HD-t lehet csinálni, akkor már lehet 3D-t is csinálni, tehát most erősen azon dolgozunk, hogy az ország teljes lefedése előtt már a 8-os gyerekeknek megtanítsuk azt, hogy hogyan kell egy set-top boxot az öreg televízióhoz illeszteni, és természetesen azért már a további vonulatot is, a 3D-t is megmutatjuk nekik. Tehát egy szerződés készült a hatósággal, és a következő egy évben a 100 éves Puskás 100 iskolába ezt el fogja mondani. Szeretném megköszönni főigazgató asszonynak, akit 2 óra 20 perc alatt meg tudtam győzni, de lehet, hogy már az első percben azt mondta, hogy igen, csak nagyon jól elbeszélgettünk, és ez egy igen fontos az iskola szempontjából, de azt hiszem média történetileg is. Hát nagyon kínos lenne, hogyha ezt a vonulatot a Puskás kezdte, most valaki más folytatna ebben az irányban. Még egyszer köszönöm a hatóságnak. És köszönöm a szót is, túl sokat dumáltam. Hát, most már elég bölcsek lettünk, ugye elindultunk a múltból, és aztán most már épp a jövő felé haladunk.
Laci szavai szerint, úgyhogy én azt mondanám most, hogy akkor egy kicsit visszamenjünk a múltba. Kérem, hogy tekintsék meg a kiállítást, kívánok jó szórakozást hozzá, és egyben egy kis szerénységre meghívnám önöket, illetve meghívnánk önöket. Köszönöm szépen, hogy itt vannak és megjelentek.